Március 30, 5 Mózes 13, 13:1-15:23. Tartsátok meg, és teljesítsétek mindazt, amit megparancsolok nektek. Semmit se tegyél ahhoz hozzá, és semmit se vegyél el belőle. Ha proféta vagy álomlátó támad közöttetek, és meghirdet egy jelet vagy egy csodát, még ha be is következik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, de közben azt mondja, kövessünk más isteneket, akiket nem ismertél, és tiszteljük azokat, akkor ne hallgassanak a profitárnak a szavára, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket az Úr az Istenetek, hogy megtudja valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e az Urat az Isteneteket. Az Urat a ti Isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg, az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek és hozzáragaszkodjatok. Annak a profétának és annak az álomlátónak pedig meg kell halnia, mert szavaival el akart téríteni benneteket istenetektől, az úrtól, aki kihozott benneteket Egyiptom földjéről, és kiváltott benneteket a szolgasság házából. El akart tántorítani attól az úttól, amelyről megparancsolta neked istened az úr, hogy azon jár, Takarítsd ki azért a gonoszt a magad köréből. Ha testvéred, még ha anyád fia is, vagy a saját fiad, a leányod és a feleséged, akit karjaidba zársz, vagy testi lelki jó barátod titokban így csábítgat, menjünk és tiszteljük más isteneket, akiket nem ismertél sem te, sem atyáid, azoknak a népeknek az istenei közül, akik körülöttetek vannak, akár közel hozzád, akár tőled távol, bárhol is a föld egyik szélétől a másikig, ne engedj neki, és ne hallgass rá. Ne szánd meg, ne kímélt, és ne menteges. Ha nem öld meg írgalom nélkül, amikor kivégzik, te melyre rá kezet, és azután az egészen a nép. Kövesz halára, mert arra törekedett, hogy eltántorítson az úrtól, a te istenettől, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgasságházából. Hallja meg ezt egész Izrael és féljen, és többé senki se kövessen el ilyen gonosz dolgot közöttetek. Ha valamelyik városodról, amelyet Istened az úrad neked, hogy ott lakj, azt hallod, hogy elvetemült emberek támadtak köztetek, akik eltántorítják városok lakóit, mert ezt mondják, menjünk, tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertetek. Akkor keres, kutas és kérdezz utána alaposan. És ha valóban igaz a dolog, és megtörtént ez az utálatosság közöttetek, írgalom nélkül hány kardérre annak a városnak a lakóit, írst ki a város mindenestül, ami benne van, még az állatokat is hány benne kardérre. A város összes zsákmányát gyűjtsd a piac tér közepére, azután égest fel a várost összes zsákmányával együtt Istenednek, az úrnak szóló teljes áldozatól. Maradjon örökre, romhalmaz, ne építsétek fel többé. Semmit se tartsd meg magadnak abból, amit ki kell írtani, hogy elforduljon rólad az úr ízzó haragja, és irgalmazon neked, és irgalmában megszaporítsan, hogy megesküdött atyáidnak, ha hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, és megtatod minden parancsolatát, amelyet ma neked parancsolok, és azt teszed, amit helyesnek lát, Istened az Úr. Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek a gyermekei vagytok. Ne vagdossátok hát össze magatokat halottért, a homlokotok fölött se nyírjátok a fejeteket, hiszen te Istenednek az Úrnak szent népe vagy. Téved választott ki az Úr valamennyi nép közül, amely a földön él, hogy az ő tulajdon népe légy. Ne egyetek meg semmit, ami utálatos. Ezek azok az állatok, amiket megehettek a marhát, a juhót, a kecskét, a szarvast, a gazellát, az őzet, az ergét, az antilopot, a bölényt és a vadkecskét, megehettek minden kérődző állatot, amely hasított körmű, mégpedig egészen kestély hasadt a két körme. De nem ehetitek meg a kérődzők és a hasított körműek közül er ezeket, a tevét, a nyulat, a hörcsögöt, mert kérődzők ugyan, de nem hasított körműek, ezért tisztátalanok a számotokra. A disznó is legyen tisztáttalan a számotokra, mert hasított körmű ugyan, de nem kérődzik. Ne egyetek a húsukból, sőt, még a tetemüket se érintsétek. Mindabból, ami a vízben él, ezeket tehetitek meg, megehetitek mindazt, aminek uszonya és pikkeje van. De nem ehettek meg semmi olyat, amelynek nincs uszonya és pikkeje, ezek számotokra tisztátlanok. Minden tiszta madarat megehettek, de nem ehetitek meg ezeket, a sast, a kesejűt, a halásast, a solymot, a héját és a kányaféléket, mindenfajta hollót, sruccot, bagyot, sirájt, karvajféléket, a kuvikot, a fülesbagyot és a bölömbikát, a pelikánt, a dökesejűt és a vöcsköt, a gólya és szarkaféléket, a búbosbankát és a denevért. A kisebb szárnyas állatok is legyetek a számotokra, mint tisztáttalanok, ne egyétek meg azokat. A tiszta szárnyasokat mind megehetitek. Nem szabad megennetek semmiféle döglött állatot. A lakóhelyeden élő jövevénynek odaadhatod, ő megeheti, vagy add el idegennek, hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Ne főjsz gödőjét anyának tejében. Add meg a tizedet, vetésed minden terméséből, ami a mező névről évre terem. Az Úrnak a te Istenednek színe előtted meg azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék a neve. Ezt tett gabonádnak, mostodnak és olajodnak a tizedével, marhádnak és juhodnak az első szülöttjével. Így tanul meg félni Istenedet az urat mindenkor. De ha túlságosan hosszú odáig az út, és nem tudod vinni, mert se van tőled az a hely, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy oda helyezze nevét, pedig megáldott Istened az Úr, akkor add el pénzét, a kapott pénzt tedd erszénybe, és úgy menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr. Vásárolj a pénzen bármit, amit kívánsz, marhát vagy juhot, bort vagy egyéb részegítőitat, bármit, amit csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek az Úrnak színe előtt, és örvendesz házad népével együtt. A lakóhelyeden élő lévétáról se feledkezz meg, mert neki nincs birtok része és öröksége, mint neked. Minden harmadik esztendő végén vett ki annak az évnek a terméséből az egész tizedet, és raktározd el lakóhelyeden, hogyha majd eljön a lévita, akinek nincs bétok része és öröksége, mind neked, meg a jövevény, az árva és az özvegy, akik lakóhelyeden élnek, ők is ehessenek és jól lakhassanak. Így megáldja Istened az Úr kezed minden munkáját, amit csak végzel. Minden hetedik év végén engedd el az adósságokat. Az adósság elengedés módja pedig ez minden hitelező engedje el azt a kölcsönt, amelyet a fele barátjának adott, ne hagysa be az fele barátjától a testvérétől, mert adósság elengedést hirdettek az úrért. Az idegentől követelheted, de amivel testvére tartozik neked, azt engedd el. Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagod megáld majd az Úr téged azon a földön, amelyet Istened az Úr örökségül ad neked, hogy birtokba vedd, de csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma megparancsolok neked. Bizony megáld téged Istened az Úr, ahogyan megígérte neked. Te kölcsönadsz a többi népnek, te magad nem szorulsz kölcsönre, uralkodsz a többi népen, de azok nem uralkodnak rajtad. Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden abban az országban, amelyet neked ad majd Istened az Úr, ne légy kemény szívész szűk az elszegényedett testvéreddel szemben, hanem legyél hozzá bőkező és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van és amiben szükséget szenved. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen lávadló gondolat közeledik a hetedik esztendő az adósság erengedésével, és ne nézze miatt rossz szemmel szegény testvéredre. Mert ha nem adsz neki, az úrhoz kiállt majd miattad, és vétek fog terhelni téged. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, ha, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden vállalkozásodat, mert a szegények nem fogynak el a földről, ezért megparancsolom neked, hogy legyél bőkező az országodban levő eresett és szegény testvéredhez. Ha eladja neked magát valamelyik testvéred, egy héber férfi vagy nő, hat évig szolgáljon téged, de a hetedik évben bocsásd őt szabadon. Amikor szabadon bocsátod, ne üres kézzel bocsásd el, hanem lásd el bőven a nyájadból, a szérüdről és a sajtótból, adj neki abból, amivel megáldott téged Istened az Úr. Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged, Istened az Úr. Ezért parancsolom ezt ma neked. De ha azt mondja neked, nem megyek el tőled, mert megszeretett téged és házad népét, mert jó dolga volt nálad, akkor fogjál egy járt, szúrd a fülét, keresztül az ajtófélfába, azután legyen örökös rabszolgád. Ugyanígy jelj el a rabszolganő esetében is. De ne nehezebb, nehezedre, ha szabadon kebocsátanod, mert hat év alatt kétszer annyit dolgozott neked, mint amennyit egy nap számos pénzért dolgozott volna. Így megállt téged Istened az Úr mindenben, amit cselekszel. Szenteld oda Istenednek az Úrnak marháid és juhaid minden hím első szülöttjét. Ne fogma ma munkára barhádnak első borját, és ne nyírd meg juhod első bárányát. Az Úrnak a te Istenednek színe előtt edd meg azt házad népével együtt évről évre, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr ha pedig valamilyen fogyatékossága van, ha sánta, vak vagy bármiféle súlyos fogyatékossága van, akkor ne áldozd fel Istenednek az Úrnak. A lakó helyeden megteheted akár tiszta vagy akár tisztátalan ugyanúgy, mint a gazellát vagy a szarvast. Csak a vérét nem eheted meg, önsd azt a földre, mint a vizet. Lukács 8496 9.6 amikor Jézus visszatért a sokasság, örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Airus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga előjárója volt, és Jézus lába elé burulva kérvelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen lánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta Jézust, ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát orvosára költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, ment, hátulról megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal reállt a vérzése. Jézus ezt kérdezte. Ki érintett engem? Amikor minnyáján tagadták, Péter ezt mondta. Mester, a sokasság szorongat és torong körülötted. De Jézus ezt mondta, valaki megérintett, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, leborult előtte, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, lányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai előjáróházától, és így szólt, meghalt a lányod, ne fáraszd tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apához, ne félj, csak higgy és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, János, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Minnyáján sírtak és gyászolták a lány, de Jézus így szólt hozzájuk, ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. De kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a lány kezét és szólította. Leányom, ébredj! Ekkor visszatért belé a lelke, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghatta, hogy adjanak neki enni. A lány szülei elcsodálkoztak, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek se mondják el, ami történt. Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott neki minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik: semmit se vigyetek az útra, se botot, se tariznyát, se kenyeret, se pénzt, második ruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, maradjatok ott, és onnan induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak betéteket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is lábatokról, bizonyságul ellenük. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Zsoltárok 71, 1-24-ig Hozzád menekülök, uram, ne meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan. Fordíts felém fülemet, füledet és segíts meg. Legyél erős kősziklám, ahova mindig fölmehetek, amelyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklavárom. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből az árnok és erőszakos emberek markából, mert te vagy uram a reménységem, te vagy uram bizodalma mi fiúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele dicsőítelek minden nap. Öreg koromba se engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el. Mert ellenségeim azt mondják rólam, akik életemre törnek, így tanácskoznak. Elhagyta őt Isten, üldözétek, fogjátok meg, mert nincs, aki megmentse. Ó, Isten, ne légy távol tőlem, Istenem, siet segítségemre. Megszégyenülve vesztenek el, akik ellenem támadnak. Borítsa szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek, én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjú korom óta mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyják és ő sem, amíg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem igazságod a magaségig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Igen, nagyját eszel, hozzám fordulsz és megvigasztasz. Én is magasztallak hátfával hűségedért, Istenem. Lantot pengetve énekelek neked, Izrael szentje. Újong az ha neked zenked lelkem is, amelyet megváltottál nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törnek. Példabeszédek 12. 5. 7. Az igazak gondolatai helyesek, a bűnösök szándékai családak. A bűnösök szavai vérszomjasak, de a becsületeseket megmenti beszédük. Romlás éri a bűnösöket, és oda resznek, de az igazak háza megmarad. Ámen.